26 ezer ápoló, egészségügyi szakdolgozó hiányzik a rendszerből országosan. Az egészségügyi dolgozók elvándorlására nincs megoldás, továbbra is alacsony a létszám. Kevés a fizetés, és sok helyen nehéz munkakörülmények között túlterhelten dolgoznak. A szakdolgozók munkájára pedig több területen, az alapellátásban és a kórházi gyógyításban is szükség van. A keleti régióban még ha nehezen is, de megoldják az osztályos ápolók létszámgondjait. Éppen, hogy van annyi ápolónk, amivel el tudjuk látni a munkánkat. Nagyon jó lenne sokkal több ápoló közvetlenül a beteg ágy mellé, de számos egyéb szakdolgozóból is olyan feszesen állunk, hogy csak nagyon nehezen tudjuk a szükséges feladatunkat ellátni, ilyen például a műtősnő, ilyen például az anesteziológiai asszisztens. Tehát vannak olyan speciális szakterületek, amik különösen érintettek ebben a problémában. Bár több ízben volt bérkompenzáció az egészségügyben, de az ápolók és a szakdolgozók úgy érzik, 2015-ben is kimaradtak a bérrendezésből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház egy úgynevezett ösztönző rendszerrel próbál segíteni. Fél évente egy egész intézményre kiterjedő teljesítményértékelést végzünk, és az itt legjobban szereplő kollégáknak a következő fél évre havi rendszeres juttatást tudunk biztosítani. A szakdolgozói kamara az új államtitkárral egyeztet a szakterületről való elvándorlás megakadályozása érdekében. A bérjavítás az egy másik kapcsolatos kérdés ahhoz, hogy a szakdolgozókat megtartsák, de másik probléma még az is, hogy maga a képzés sem ad ki elegendő szakdolgozót, tehát a képzést kell támogatni. Ezt államtitkáról is nagyon jól látja, megváltozik a szakképzés, illetve a benne tanulóknak ösztöndíj rendszert fognak bevezetni, hogy még utána is itt maradjanak a magyar egészségügyben. A 11. alkalommal megrendezett tudományos napon az év folyamán azok a szakdolgozók, akik bármilyen konferencián előadtak az ország bármelyik pontján, előadásaikat helyben is bemutathatták szakmai munkájukat. Így szó esett a sürgőségi ellátásról, a nyíregyházi bőrgyógyászat 100 éves múltjáról, de a dohányzásról való leszokás fontosságáról is.